Elmaradt a szezonyító Eger Rally. Törölni kellett a Pécsi IRC versenyt, és nemrég Gyulai volt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és azt mondta, hogy igen, nehéz időszak elé néz a hazai autósport. A következő percekben ifjabb Tóth János hétszeres magyar rally bajnok lesz a vendégem. Vele kesergünk egy picikét a helyzetről, szervusz, jó reggelt, köszöntelek. Jó reggel. Mert hát tényleg nem túl rózsás a helyzet, és, és ugye mindent tudunk, látjuk az általános gazdasági helyzetet úgy világviszonylatban, mint Magyarországon, de azt látom, hogy ez az, ami ide begyűrőzött hozzátok, vagy, vagy egy, egyéb problémákról is szó van? Hát én azt hiszem, hogy a fő probléma persze a, az anyagiak, a támogatók hiánya. Ez az egyik része. A másik része, hogy mit tudunk ezzel ellen tenni, vagy hogy tudunk ezen segíteni. És, és azt látom, hogy ez a segítség ez nem érkezik meg. Uh -huh. Valakitől nagyon várnánk, nagyon várnák a, a ralisok, a versenyzők, a rendezők, de... Hát úgy tűnik, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is. Mint, mint, mint micsoda? <tos> 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 Nyugodtan. <tos> Öst ki a lelket, ha itt vagy. Én azt látom egyébként, az én véleményem, bár kívülállóként, hiszen nem vagyok benne a napi munkában, hogy a szövetség vezető vezetésétől, vezetőitől nem kapják meg a rendezők azt a segítséget, ami, ami elvárható lenne egy ilyen környezetben, egy ilyen gazdasági környezetben. Nyilván ez egy nagyon összetett dolog, hiszen a rendezők önálló gazdasági vállalkozásként működtetik a versenyek rendezését, és ezzel pénzt keresnek. Ez nyilvánvaló, de dolgoznak is vele, tehát azt azért tudni kell. De azért ennek ezt lehetett látni, lehetett érezni, és voltak hírek, hogy, hogy problémákkal küzdenek. Tehát ez nem egyik napról a másikra jött elő, és úgy gondolom, hogy meggondolt, előrelátó menedzseléssel ezeket a problémákat ki lehetett volna szűrni. Tehát lehetett érezni, hogy hogy mondjuk a, a szervezői akár ennek a két futamnak, amiről beszéltünk, ugye, a mecsekrali, illetően, akár pedig a nyitó uh, EGRI futamnak, gyakorlatilag uh, a bizonytalanság az érezhető volt, és be is következett az, amit amit bizonyos szempontból uh, ugye mindenki valahol jósolt, vagy mennyire volt ez meglepetésszerű ezt a két két futamot illetően, hogy, hogy végül is ez a döntés született? Hát a rendezők azok uh, tehát van egy rendező liga, és uh -huh. <coughs> ők azért folytatnak egyeztetéseket a, a az belül, az Autósport Szövetségen belül a, a tisztviselők, tisztségviselőkkel. <coughs> Ezt már februárban lehetett hallani, hogy az Eger Alinak anyagi problémája van. Tavaly is egyébként, nem csak idén, de tavaly megcsinálta, idén már nem tudja ezeket az anyagi terheket vállalni. A P Pécsi IRC futamról pedig lehetett hallani, hogy tavalyról felhalmozott adóságai vannak. Tehát ez egy, uh -huh. Ez, ez minket nem ért meglepetésként, nyilván szomorúk vagyunk ez miatt, mert a Pécsi rendezőnek nem kevés munkája van abban, hogy hogy Magyarország kapott egy világ bizony Hát az a rali egy nemzetközi szintű esemény, tehát Egy világ esemény, egy világ esemény. Egy világ esemény. maradjunk annyiban hogy egy világ esemény a, az IRC az a rally bajnokságok közül közel van a világbajnoksághoz, uh -huh. sőt, sokan azt mondják, hogy népszerűbb is. Uh -huh. Úgyhogy Mely, mely ponton, már ha azt mondod, hogy ugye egy tavalyi adósságfelhalmozás miatt akad ez a helyzet meg, akkor mely ponton lehetett volna mondjuk a szövetségnek beavatkozni? Mikor kellett volna ezt? Még a tavalyi futamot lezáró eseménysorozat környékén kellett volna mondjuk valami fajta akár anyagi vagy egyéb szervezési lehet, lehetőségbe besegíteni, vagy mi lehetett volna az, hogy egy ilyen valóban presztízsértékű verseny egy ilyen futam nem maradjon el, mert gondolom, hogy ez a szakmai veszteségen túl, amit nyilván ugye ti versenyzők is elszenvedtek, ez azért az országnak és hát nyilván a magyar autósportnak is egy komoly presztízsveszteség. Pontosítanék, tehát azt mondtam, hogy lehetett hallani, hogy tavalyról vannak adósságai. értem. Tehát ez egy probléma volt, ugyanakkor ebben az évben kellett volna összegyűjteni ki 100 millió forintot, ami csak a a, a rendezéssel kapcsolatos jogdíjakhoz kellene. Uh -huh. És uh, ez nem sikerült, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy hogy uh, borzasztó nagy nézettsége volt ennek a versenynek. A 100 millió forintnak a többszörösét tudja hozni ez a verseny a városnak, az országnak, uh -huh. imagebe, uh, hírnévbe. Uh, a Ralinak nagyon jót tett uh, ez a Pécsi futam, mert az ő vagyok ez egy jól sikerült futam. Igen, volt. abszolút ez egy. Tényleg én, én azt látom, és abban látom a fő problémát, hogy, hogy jelenlegi vezetőinknek a fő csapás az a hungaroring, uh -huh. és, és a rally egy kicsit pupa hátukon. És tudomásul kell venni, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem tudják a rendezők saját maguk megoldani, uh -huh. hogyha a vezetés nem áll mellettük. És, Ez a kritika és most az elnök úrnak is szól, akit a kezdetben szóba hoztunk, tehát Gyulai is volt és ebből a szempontból úgy gondolod, hogy mondjuk bizony szempontból, ha nem is oka, de, de része ennek a felhalmozódó problémának, hogy, hogy a figyelem ennyire a környékére mondjuk úgy irányul? Nem hiszem, Gyula is volt igazából szakmai munkát, én úgy gondolom nem végez az elnökség. Értem. És a szakmai alelnök az, aki meg kellene ezt működtetni. Amikor ezelőtt két évvel tisztulítás volt, akkor azért többen azt gondoltuk, hogy ha a politika be Jön az autósportba, akkor ez tud neki segíteni. De azt látom, hogy, hogy ennek most nem látjuk, hogy mit. Uh -huh. Tehát akkor lehet, hogy mégse. <laughs> lehet, hogy jobb lett volna, ha csak ilyen. a szintiszta üzlet jött volna be, ami persze nagyon ritkán van politika nélkül. Jelen állás szerint veszélyeztet ilyen bármelyik másik futamat, mondjuk ez a jelenlegi gazdasági környezet vagy helyzet? Mert ugye hát itt most arról van szó, hogy két nagyon fontos futam az gyakorlatilag kikerült a versenynaptárból, talán ebből a szempontból még nagyobb esztesség valóban a Pécsi, de hát indíthat-e ez mondjuk bizonyos szempontból akár egy ilyen dominó reakciót, hogy lesz még olyan szervező, aki nem tudja vállalni az ezzel együtt járó anyagi terheket? Hát akkor most folytassuk jó hírrel, a második futam úgy tűnik, hogy meg lesz. Aha. Igaz, hogy egy hét csúszással ez meg lesz, de de azért némi üröm van az örömben, az az, hogy nincs versenynaptár. Tehát jelen pillanatban kettő futam biztos, az egyik a szombathely a Bükkfürdő ez a második futam, ez úgy néz ki, hogy megrendezésre kerül, és egy arad rali, ami Romániában lesz. Ez a kettő biztos. Sőt, többiről nincs információm jelen pillanatban. Hogy lesz ebből egyáltalán szezon, bajnoki cím, bármi? Mert most akkor a, a anyagiakon <hül> túl egy picit nézzük a dolognak a versenyértékét is, mert hát azért ugye mégiscsak egy sorozatról szoktunk beszélni, aminek a végén hát nem akármilyen presztízsű bajnokat hirdetnek, vagy érmeseket. Igen, nem tudtuk megelőzni a problémát, benne vagyunk a problémában, hogy mindig sokkal nehezebb megoldani, és sokkal többbe kerül. Úgyhogy az én személyes véleményem az, hogy hogy talán, ha van egy kis szerencsénk, akkor két-három futam lesz. Uh -huh. és, aztán... és az alapján kell majd akkor a összesített eredmény szerint bajnokot hirdetni? Hát, lehet, hogy nem lesz bajnokság, tehát Aha. alapkírás lehet, hogy majd kell módosítani hozzá, hogy mégis legyen, és aztán koncentrálni kell majd a, a jövőre, hogy... Én ezt akarom kérdezni, hogy jó, mondjuk akkor beszéljünk úgy, vagy vegyük úgy, bár azért ez, ez, ez túl legyintő megközelítés, hogy jó, hát akkor 2012 ilyen lesz. Na de ezért hosszú távon ez Ez milyen következményeket ö, eredményezhet mondjuk így a magyar ö, sportra. Gondolok itt például a mecsekrali sorsára, ugye ha már valami nagyon nehezen elérte ilyen státuszt, egy ilyen közkedveltséget, egy ilyen rangot, akkor mondjuk ha kimarad egy esztendő, akkor ez okoz -e mondjuk olyan veszteséget, hogy akár már ezt egy megbízhatatlan helyszínnek tekintik, esetleg másképp kerülhet be a nemzetközi naptárba, vagy egyet a számolnak-e vele. azért elég komoly tapasztalattal, meg kapcsolatrendszerrel bírsz ahhoz, hogy ezt úgy fel tud mérni, hogy hosszabb távon ez milyen következményeket hozhat. Ez a... <kül> Pécsi IRC futam, ez a rendezőnek négy vagy öt évébe került, mire eljutottunk erre a szintre, hogy, hogy megkapja a rendezés jogát. Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy ezt az elkövetkező 10-15 évben nem fogja senki Magyarországon azt megkapni. Tehát ennek hát van ez egy, egy, ilyen... ez egy óriási nagy veszteséget, akkor ez egy hát hihetetlen peresztés veszteség. Így van, és ezért kellett volna ezt, ezt egy kicsit kezelni, ezt a problémát, és jobban odafigyelni rá, csak az a baj, hogy ne, senkinek nem volt fontos. Nincs visszaút innen, ugye, az idei esztendőre, tehát? Hát idei esztendőt szerintem ez, ez eldobós, és aztán fel kell készülni, tisztújítás lesz december-január, akkor össze kell szedni magát a és... De gondolod, hogy, a, hogy a, ha a tisztújítás, akkor a, a személyek változásában bekövetkező mondjuk, mondjuk újdonság, az hozhat akkor a változást, hogy ez... 2013-tól egy új év, új világ, és minden, minden szép és happy lehet? Ez tehéz egyébként megjósolni. Egy biztos, hogy, hogy egy menedzser szemléletű, jó kapcsolat rendelkező, jó kapcsolatokkal rendelkező MNLS vezetés kell, akiknek szívügyet nem csak a Hungaroring, mert ott vannak üzleti érdekeltségei, hanem az egész ámlok, autósport és ebből a rally. A rallyt nem lehet tönkretenni, mert ez egy borzasztó népszerű és egy nagyon Cs. nehéz takár. Így van, Tehát ez így van. az autósport legnehezebb szaká, szak, szakága, és ezt igazából az emberek, a nézők, a szurkolók tudják, tudják ezt értékelik. Értik és értékelik. Így, így, van. Van, így van. Úgyhogy nehéz, most egy mélypont van, amiben meg kell majd próbálni kilábalni. Még arra rá se tudtunk térni, hogy ti hogy vagytok, vagy te hogy vagy erre a szezonra, de hát mondjuk azt, hogy ez a szezon így önmagában jelenti az abszolút gondot, úgyhogy egy következő beszélgetésben talán a személyes ügyekre is tudunk sort keríteni. Köszönöm, hogy ezeket a szomorú híreket egy picit belülről megosztottad velünk.